Ha van ez a viszonylag szabad szellemi légkör, ami a jogi karon található, akkor és kiderül, hogy vannak dokumentumok, amik igazolják, hogy milyen is volt ott a légkör. Arról lehet tudni esetleg, hogy a ECA tárgyalások, amik itt zajlanak, arról milyen feljegyzések maradtak fönn? Mert valahogy úgy érzem, hogy ennek is utána tetszett nézni. Most nagyon el fogunk menni megint. Nem tudom, hogy vagy sose lesz vége, vagy arról nem beszélünk, ami miatt jöttem, de mindegy. Hát persze, hogy az emberben benne volt az, hogy hát azért volt valami elképzelése, ha nem is teljesen valós ezekről a szolgálatokról. Hát emlékszem, hogy jött egy telefon, akkor mindig bemondtuk azt is, hogy te rohadék, törjön el a kezed, és ehhez hasonlókat. Na és hát én is azt hittem, hogy valami nagyász, nagyész vagyok, úgyhogy mielőtt, meg miután volt a kerekasztal ülése, szépen végignéztem a telefonokat, letekertem, amit le lehetett róla, végig tapogattam. Na, eredmény az annyi volt, hogy miután a madzagokat is megpuszkodtam, egyszer a fölöttünk, egy Srien fölöttünk lévő pénzügyi tanszéken 2 hétig nem volt telefon, mert elszakítottam valami drótot. Ezt nem tudtak rájönni, hogy mitől van. És aztán, amikor a 10 éves évfordulója volt az ECA megalakulásának, akkor oda hívtuk azokat, akik a legelső ülésen ott voltak. És amikor éppen 10 éves volt tehát volt a 10 éves évforduló, akkor az első ülésen 5 lévő közül éppen volt egy titkos szolgálati miniszter, ez volt a kövér, meg egy miniszterelnök, ez meg volt az Orbán. Na most nekem volt megint kulcsom, ugye beengedem őket oda, és hát miután ott jön a titokminiszter, meg jön a miniszterelnök, hát jöttek a figyuszok is előtte, és ilyen izékkel, tányérokkal úgy elkezdtek lehallgatni mindent, nézegetni, hogy nincs-e valami lehallgató készülék. És nézem őket, basszus, ezek a koruk alapján itt lehettek 10 évvel ezelőtt, és dugdoshatták nekem ide, ha nem tudom miket. És mondtam, most mibe kerül ez nekem, megkérdezem, hogy mondom, hogy hát ez volt. Elmeséltem nekik, hogy széttéptem a telefont, de hogy mi lehetett, vagy hol lehetett, vagy mi volt az. És erre rám néz a pasi, és azt mondja, hogy ó, az már akkor is olyan picike volt. És ami érdekes volt, hogy nem a telefonokat csesztették ám, hanem mindenhol ezzel a izével, ezzel a körtárcsával végig tapogatták a falat, a szekrényt, mindent. Hát ez volt. Ja, és aztán azt csak mellesleg mondom, hogy egyébként a levéltárban meg ott van a nyoma az első tárgyalás kivételével, mert az első ülés, arra még nem voltak fölkészülve, de az összeset lehallgatták. A Tölgyesi meg a Sólyom, aki ugye járt egyeztetni a nevében az MSZMP-vel, az mondta is többször akkor, hogy a francban, mintha ezek mindent tudnának. Hát mindent tudtak.